Kedves nézőink, Önök a Bicskei Televízió híradóját látják, nézők mai műsorunk tartalmát. A Bicskei Koncertfúvó Zenekar előadása a Petőfi Művelődési Központban. Közösen szurkoltak a bicskeiek a város kemencéjénél a magyar labdarúgó válogatottnak. Mozgás éjszakája a Bicske Szíve Parkban. Fejér megyei Népművészeti Egyesület kiállítása a Petőfi Művelődési Központban. Kosárlabda utánpótlás sikeres eredményei nyomába jártunk. Thank you.
Bicskei Koncertfúvó zenekar fantasztikus előadással köszöntötte a nyarat a Petőfi Művelődési Központban. Móni, itt vagyunk a Petőfi Művelődési Központban, és azt mondtad, mikor beléptünk az intézménybe, már az otthonotok. Szezonzáró koncert, de egy kicsit mégis különleges a mai nap. Igen, és igazából nem is szezonzáró, ugyanis nem zárunk le semmit, mert egy hónap múlva meg utazunk Erdélybe, Rétyre, a Fúvó Zenekari Fesztiválra, ahol a testvéreink meghívtak minket, és ennek már nagyon örülünk, mert 21 évvel ezelőtt voltunk ott utoljára. Úgyhogy tulajdonképpen évadzárónak indult, mert már azért a tavalyi zánkai táborban kezdtük el ezeket a műveket ugye próbálni, ezért mindig szeretünk egy ilyen nagy koncerten, ugye, egy ilyen úgymond lezárást létrehozni ezekből a számokból. Azért egy-kettő régi szám, meg olyan is van, ami az újévi nagy sikerű koncerten elhangzott, mert nagyon kedvenc számunk a Karib-tenger kalózai, azt ugye nehéz azért elengedni. De egy kicsit azért így rá gyakorolunk most erre a fesztiválra is, mert egyébként meg az idei évünk az ilyen fesztiválozással telt, úgyhogy kicsit ezt így érezzük is, megmondom őszintén így a felkészülésben, mert ugye voltunk a Vándor találkozón, voltunk Abai Fúvózenekari Fesztiválon, meg még a Bicskei napon, és ez mind egy hétvégén volt egyébként. Úgyhogy így izgalmas volt a felkészülés, rengeteg pluszpróbát is beraktunk, vannak új tagjaink is ismét a zenekarban. Hányan lesztek a színpadon? Ezt mindig megkérdezed, és szerintem 40 az a biztos, de szerintem annál többen. És hát ugye lesz egy nagyon nagy meglepetés számunk, amivel már nagyon izgatottan készültünk. Már korábban is egyszer előttük a Fiatalok Házában, még a koronavírus előtt ezt a Transformers fantáziát, mert azért nekünk is nagyon mozgatja a gondolatainkat a szimfonikus hangzás. Kicsit ugyan más az eltolódása, mert ugye itt több a fúvós és kevesebb a vonós, de összedolgozva a zenéskának a kollégáival és vonós növendékeivel szerintem egy nagyon izgalmas műsorszám lesz. Thank you.
Az új repertoár elvarázsolta a közönséget, akik vastapsan jutalmazták a fellépőket.
Közösen szurkoltak a bicskeiek a magyar labdarúgó válogatottnak, amely Svájc ellen kezdte Európa-bajnoki szereplését. Sokan gyűltek össze Bicskeváros kemencéjénél, nagyon drukkoltak, de a fiúk ezúttal nem tudtak győzelemmel megörvendeztetni a szurkolókat. Először 2015-ben jártam a Rubom Arénában a magyar meccsen. Kedvenc játékosom Varga Barnabás, ő is a legjobb góllövő szerintem Magyarországon, és továbbítást várok mindenképp. Legfőképpen második, de ha nem baj, akkor harmadik helyen. Az NB3-as csapattól is helyi szinten, úgy magyar szinten pedig egy tisztes helytállás a fiúktól. Hozzá kivonkból a maximumot, nekünk mindig ez a kérésünk, és dobbanjon együtt a magyar szív, és hozzuk ki a legjobb eredményt. A csoportból továbbjutást remélek, számszerűségben nem mennék bele, de onnantól kezdve, hogyha ezt a igen nehéz csoportot, szerintem az egyik legnehezebb csoportból sikerülne a továbbjutás, akkor azt gondolom, hogy onnantól kezdve 50-50 alapon egy 50-50%-kal bármi lehet a magyar válogatottnak. Mi a véleményed a mostani csapatról? Hát az igazság, hogy tényleg sok meccset láttam már így 70 körül. Ez a csapat most úgy nézem jól össze van rakva, nagyon bízom benne, én is akárcsak a többiek, hogy sikeres ezt fogunk szerepelni. Lelkesedése senkinek nem lakhat, hiszen javítási lehetőség szerdán a németek ellen, akkor is várunk mindenkit Bicskeváros kemencéjénél. Bicske ismét bizonyította, hogy a sportterületen is jól teljesít. Városunk első alkalommal csatlakozott a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, ahol különféle sport és mozgásformák kipróbálására nyílt lehetőség. A Csokonai Vitézmény Mihály Általános Iskola tornatermében harcművészetekből, valamint kispályás labdarúgás várta az érdeklődőket, míg a Bicske Szíveparkban a néptánc, spinning, gyaloglás, kerékpározás, futás, aerobik és fitness szerelmeseit várták. A rendezvényhez közel 500-an csatlakoztak. Jöjjt meg, ugrasd meg, fogja fenne, egyen meg, ha igazán
nem járod, száradjon ne alá, botlában után a körmöd, fakadjon ki a szömöd. A Fejérvár Megyei Népművészeti Egyesület kiállításának megnyitójára június 12-én a Petőfi Művelődési Központban került sor. A jelenlévőket Kun Zoltán, a Petőfi Művelődési Központ munkatársa, valamint Toma Krisztina, a Fejérvár Megyei Népművészeti Egyesület elnöke köszöntötte. Drága Krisztina, beszéljünk egy kicsit erről a mai kiállításról és az egyesületről, mert fantasztikus munkákat hoztak. Köszönjük szépen előre is! Ez egy nagyon régi egyesület, 1981-re datálódik a születése. Kovács György, az akkori Fehérvári Művelődési Intézet elnöke, aki egyik alapító tagja volt az egyesületünknek, illetve az ő ötletéből született a mai NESZ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. Ez a gondolat akkori... A népművészetnek az akkori újjáéledéséből következett, és Gyuri bácsi volt az, aki rájött, hogy érdemes a már alakuló, minden megyére kiterjedő szervezetekből egy olyan hálózatot összehozni, állítani, amelyek egymás munkáját segítik, és így egy országos képviseletet tudtak létrehozni így a különböző egyesületek. Beszéljünk egy kicsit a kiállított tárgyakról, hiszen különböző művészeti ágaknak a fúziója van jelen. Nagy szerencsénkre nálunk is sok kézműves tudás van, és sokféle ágazat. Fából például Nemes Ferenc jött el hozzánk, ő is alapító tagunk, idén ünnepelte 80. születésnapját, és ő nem csak fával, hanem egyébként már kővel és csonttal is foglalkozik a faragásokon belül. Viasz Zoltán, aki ugyan fafaragónak indult, ő a népinfuruják készítésében most már népi iparművész szintre emelkedett, és nem csak faragja, meg szolaltatja ezeket a hangszereket, és a díszítő motívumaikról ezek alaposan tájékozódik, és előadásokat is szokott tartani. Sebestyénné Tankovics Anita szövőnk, ő a Hagyományok Házában már oktat, illetve több helyen is lehet vele találkozni. Szintén népművészet ifjú mestere címe van, és most például majd egy táborunkban lehet vele találkozni. Kluge Kövesi Krisztina nevéből a Kluge név a pápai festőknek a leszármazottja dologra utal, ő valóban vér szerinti rokonságban áll a pápai képfestőkkel. Ide ugyan egy kicsit indiai, egy kicsit ilyen különleges mintákat hozott, de ez pontosan azt mutatja, hogy azzal az ősi hagyományos technikával ő tovább fejleszti, használja a hagyományos technikát is, de kalandozik a különböző kultúrákban. Sáricné Zsuska, az ő munkáit szintén a tárlóban láthatjuk. Zsuska már nyugdíjas, viszont hatalmas lelkesedéssel és nagy szaktudással a kicsi gyermekek kezébe is beleadja azt a bizonyos fafaragókést. Az ő egyik specialitása a kvircedli formáknak a faragása, ugye itt azért a sváb dolog az megüti a fülünket. A macskakarom, a kátszem, prátszl és ezeknek az elkészítése egy ugye tészta és egy kis faformában nyomják bele ezeket. Ezeket tudja például, de seregélyesen, ahol az otthona van, ott a közterületen 4 méter magas trianoni emlékművet faragott, és ő is nagyon korán az egyesületünk tagja lett. Részt vett például a jurta építésnek a faragási és hasonlatos munkáiban is. Fehér Csabát kell említenem, ő a sütődiszkosztát hozta el. Csaba egyébként aranyműves ötvös, szintén magas elismeréseket gyűjtött be. Idén a Fehér termékdíjat kapta, tavaly pedig a Fehér megyei értéktárba választották be a munkái alapján. Harangozó Rita, most már Kovács Harangozó Rita, ő szintén népi iparművészünk, kerámiával foglalkozik. Hát nagyon magas színvonalon műveli, mind a legautentikusabb, mind pedig a mai kornak kicsit talán
kedv, nem is tudom. Tehát a mai korban is megálló, a mai lakásba is betehető tárgyakkal készült hozzánk Huszár Károly. Ő pedig a nagyon régi agyagleletek alapján készíti azokat a kicsi sípokat, ahol a mesterségek ünnepén lehet vele évről évre találkozni. Ezek megszólaltathatók, akár ugye az okarina, akár az a bizonyos ló formájú. Ezeknek a mintái valóban több ezer éves agyagedényeknek a rekonstrukciója alapján születtek meg, és Károly ebben nagyon ügyes játékkészítő egyébként, és tanárember is. Szaka Kata, akiről még nem beszéltem, ő nemesztárgyakat készít, az Abai Attila Király Gimnázium oktatója, és a gyerekekkel nagyon-nagyon szoros egységben dolgoznak. A gimnáziumban látható összes dekoráció, textil, akár a függönyök, a tanárnő és a diákok közös munkái nem ritkán nemezből készülnek, és azokat a jelképeket használják, ami a magyarság számára nagyon fontos. És akkor Krisztina, ön? Én magam pedig kosárfonással foglalkozom, játszóházvezető vagyok. Kicsi egyesületünk volt 17 évig Zsámbékon, de a kosárfonás az nem csak hobbi lett. Elvégeztem Budapesten egy iskolát is, és most már a szakkör kereteiben át is adom olykor ezt az ismeretet. És ebben tapasztaltam meg, hogy a legnagyobb tanítás az, amikor, meg a legnagyobb tanulás és fejlődés, amikor másoknak megmutathatom, hiszen akkor egy egész új szemszögből. A kosárfonás az nagyon izgalmas. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy csokornyi ágacskából az ember 2-3-4 óra munka után egy kész használati tárgyal mehet egy kicsit arrébb. A látogatók 11 alkotó munkáját tekinthetik meg az előtérben. A megnyitó ünnepség nagyon színvonalasra sikerült.
Az elmúlt hétvégén zajlott a Dobda kosárba 2024-es Jambori. A magyar kosárlabdázás utánpótlásának legnagyobb ünnepe Hű saját elmondatához, hiszen minden nehézséget legyőzve újra pattogott a labda, nevettek a gyerekek, izgatottan szurkoltak a felnőttek. A fiatal kosaras palántákat Bicskéről a Csokonai Vitézmény általános iskolai tanulói képviselték. Nyitva van a pálya, nyitva van a pálya, pályos játszik rajta, pályos játszik rajta, bedobja az iccet, bedobja az iccet, megnyeri a meccset, megnyeri a meccset, büntető sem akadály, Mira, mióta kosárlabdázol? Első óta. Mit szeretsz ebben a sportágban? Hát nagyon sok mindent, amikor, hát először, amikor elkezdtem, nehéz volt, aztán azóta kezdtem belejönni, és a csapatunkat is, nagyon szeretem a lánycsapatot, mert hát szerintem nagyon összetartóak vagyunk, sok szurkolásunk is van, és szeretek mozogni is. Csenge, mióta kosárlabdázol, és mit szeretsz ebben a sportágban? Első osztály óta kosarazok, és azt szeretem, hogy ugye nagyon jól összetart a csapatunk, és jól tudunk együtt mozogni, sokszor vagyunk együtt, barátok vagyunk, és nagyon jól kijövünk egymással. Csenge, te vagy a csapatkapitány. Mi a csapatkapitánynak a szerepe? Hát olyan, hogy... Hát, hogy irányítani kell igazából a csapatot, hogy bemelegítésnél én mondom a feladatokat, meg hogy ha valaki valami rosszul csinál, elmondom neki, hogy hogy kell, meg így segítek neki igazából. Fanni, mióta kosárlabdázol, és mit szeretsz ebben a sportágban? Első óta kosarazok, és nagyon szeretem a csapatunkat, nagyon jó játszani, szeretek mozogni, és a csapatunk nagyon kitartó, együtt szurkolunk. Zora, te nagyon gyors vagy. Mi a te szereped a kosárlabdába? Hát irányító vagyok, felviszem a labdát. És néha azért pontot is dobsz? Igen. Mit szeretsz ebben a sportágba? Hát, hogy sokat mozgunk, meg hogy összetart a csapat, jól tudunk összejátszani. Mióta kosárlabdázol, és hát, mit szeretsz ebben a sportágban? Harmadik óta, 2 éve kosarazom. Hát szeretem az edzőt, és szeretem ugye a csapattársaimat, jól tudunk összejátszani, meccseken mindig sokat dobunk, és nem szoktak önzőzni a lányok. És ugye hát könnyűek az edzések, hogyha jó az edző, és ugye Móni néni jó, ezért könnyű. Első óta kosarazom. Mit szeretsz ebben a sportágban? Hát, hogy nagyon összetartó a csapat, és támogatjuk egymást, és mindenki nagyon kedves. Védekez! Szorosan! Fenn a kéz! Magasan! Lábukba! Örögjön! Indulj meg! Most rögtön! Csenge, beszéljünk egy kicsit a csapatról. Hát mi a Farkas Rétiekkel egy külön csapattal összeegyesültünk, és így lett egy nagy csapat, és nagyon jó velük játszani, velük is tök jól össze tudunk játszani, kedvesek velünk, meg mi is velük, meg így a csapat már nagyon megszerette egymást, barátságosak mi is, meg ők is, és hát igazából nagyon jól kijövünk egymással. Móni néni meg Kata néni az edzőnk, nagyon jó edzők, nagyon szeretjük őket, és nagyon sok mindent tanítottak nekünk az elmúlt években, és még szeretnénk velük is lenni. Csajok, lesz folytatása jövő évben? Hát igen, jövőre a Serdülőben fogunk játszani. Ez lesz az első év, amikor csak Serdülőben játszunk, mert ebben az évben játszottunk a Serdülőt is, meg U12-t is. Szóval ez a kezdet még lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz, de majd belejövünk. És volt egy ilyen Serdülő bajnokság, ahol bekerültünk oda, hát nem nyertünk meccset, de attól nagyon ügyesek voltunk. Hát másodikak lettünk. Igen, másodikak lettünk. És volt a Jambori, ott külön szedték sajnos a csapatokat, ezért más csapatokkal kellett játszanunk.
De ott nem nézték a pontokat, ott csak az volt a lényeg, hogy bejutottunk, és hogy játszottunk, és hogy ügyesek voltunk. Lányok, ti már jártatok nagyon sok helyen az országban, köztük Sopronba is. Ugye Sopron egy fellegvára a női kosárlabdának. Mi az, ami, vagy ki az, aki példakép nektek kosárlabda terén? Én a DVD-ket egyébként nagyon szeretem, nem is tudom. Hát nekem van egy nagy testvérem, ő úgymond a példaképem, de nem nagyon, csak úgy. Hát én szeretek vele játszani, meg egy csomó mindent tanít nekem, de nekem az ilyen férfi NBA-ből egy csomó kedvencem van, és ők a példaképem. Hát én ugye elgondolkodtam szerintem a Juhász Dorka. A sportról, a kosárlabdázásról, illetve a pályázat esélyben elért eredményeiről kérdeztük a fiatalokat, valamint edzőjüket, Sárközené, Csetnek Mónikát. Hétvégén volt a dobda kosárba, 3-3 ellen játszottatok. Mik a tapasztalatok? Hát nehéz volt. 5-5 játszottunk, ebből 4-et nyertünk. A döntőben pedig fiúk ellen játszottunk, akik hát elvertek minket, de 3-an voltunk, ugye nem volt nálunk csere, és 12 percet kellett folyamatosan futni, úgyhogy ugye elég nehéz volt, de jól össze tudtunk játszani a Zorával. És azért voltunk csak 3-an, mivel hogy a negyedik U13-asunk, hát ő más iskolába jár, ezért ő nem tudott jönni. És mennyi volt az a pontszám, amit dobtatok? Azt nem tudjuk meg, de az egyik csapat ellen egy ponttal nyertük, azt tudjuk. Igen. És akkor a döntőbe, viszont a fiúk? Igen, megvertek minket. Jó, mennyire volt hangulatos ez a verseny? Hát az volt nagyon, és nehéz is volt, mert ugye több csapat volt, és volt A, B, C, D, E, F pálya, és ugye mi voltunk az A pályán. És fél időben nézhettünk egy ilyen meccset, ami NB1-es, és akik ott tesztik a kosarat, azok kosaraztak, sokat zsákoltak, meg sokat hagytak ki. Jövőre is mentek? Jövőre a 2014-esek mennek. Jövőre. Van remény, Bicskén, hisz a kosárlabda utánpótlás palántái hozzák az eredményeket. Neked mi a véleményed erről a pálya széléről? Hogy viseled? Hány őszhajszálod van egy meccs alatt? Az összes. Nagyon jól viselem, ugye itt a lányok is mosolyognak. Hozzá kell tennünk, hogy azért nekünk van egy sorunk még itt, ami hiányzik sok mások miatt. Ők most csak képviselik a csapatot, mert van egy fiú águnk is, akik szintén nagyon jól szerepeltek idén. Ugye itt a lányok már gondolom elmondták a különböző eredményeket, ők még sok mindent nem tudnak a jövővel kapcsolatban, mi már igen. Úgyhogy az elmúlt évben azt hiszem, hogy ahol elindultunk, ott mindenhol érmesek lettünk minden bajnokságban. Azt gondolom, hogy ez egy jó alap arra, hogy tovább tudjunk lépni, amit most idén, illetve hát vannak gyerekeink, ugye vannak büszkeségeink, a honlapunkon lassan látható lesz, akik országos érmeket is szereztek nagyobb akadémiákon. Most is vannak gyerekeink, akik máshol játszanak, a Zsíros Akadémián, Sopronba, és még Debrecenbe, és még sorolhatnám, tehát szétszórtuk őket az egész országba jó helyekre. Illetve olyan helyekre, ahol van feljebb lépési lehetőség, mert most nálunk egyelőre még csak a kadett korosztálynál tartunk a lány vonalon, a fiúk vonalon pedig tovább szoktuk adni a gyerekeket. Most tervezzük, hogy talán őket sem fogjuk már tovább adni, bár junior fiú csapatunk van, jövőre U19-es fiú csapatunk is lesz. A lány vonal az, ami nálunk nagyon erős. Most a következő évben a serdülő országos bajnokságban fogunk indulni, ami hát nagyon nagy feladat mind a szülőknek, mind a gyerekeknek, mert ugye egy sportoló gyerek mellé kell egy szülő is, aki idézőjelben sportoló szülő mindenféle tekintetben.
Ugye mi már elkezdjük az alapozást augusztus 12-én, az a hétfő, 12-én, és már országos selejtezőt játszunk szeptember második hétvégén, és hát szépen megyünk sorban. Nyilván az idei elvárásunk az nem döntő bejutás, mert nagyon fiatal a csapatunk, tehát minden korosztály 2 év. Mi az első évben leszünk most. A második évre szeretnénk, és magunkkal szemben elvárás az, hogy egy döntőt megcsípjünk. Most a döntőben nyilván nem első háromban fogunk végezni, mert azért egy Pécsi Akadémiát, egy Sopront és azokat az akadémiákat, ahol a gyerekek már bellaknak ebben a korban, és összeszedték az ország minden területéről, nem biztos, hogy tudunk íberelni, de azt gondolom, tehát a második évben az országos döntőn szeretnénk bejutni az országos döntőbe a 16 legjobb csapat közé, ez azt gondolom, hogy egy reális elvárás lehet. Természetesen akkor sincs nagy baj, ha nem. Az egyik célunk nem csak az eredményesség, hanem a gyerekeknek a fejlesztése. Tehát azok a gyerekek, akik alkalmasak lesznek rá, azok később akár NB1-ben, akár NB1A csoportban megállják a helyüket. Az idei évtől lesz egy NB1B-s csapatunk is, illetve kapcsolatunk lesz, inkább úgy mondom, még az első évben egy NB1B-s csapattal, ahova a gyerekeink majd szépen, ahogy nőnek föl, részt vehetnek, akár már juniorkorban lehet NB1B-s, meg kadettkor utolsó évében is lehet NB1B-be játszani. Az a célunk, hogy velük olyan kapcsolatunk legyen, ahol egy idő után majd évek múlva közösen fogunk tudni NB1B csoportban indulni. Valószínű, hogy már most is fog játszani ebbe az NB1-es csapatba régi tanítványunk. Meglátjuk, hogy mire visszük. Igazából nekünk a legfontosabb szerepünk az utánpótlás nevelés, hogyha találunk olyan tehetséges játékosokat, akkor azokat irányítani tudjuk kadettkor után, tehát az általános iskoláskor után irányítani tudjuk, ha függően attól, hogy hova megy tovább tanulni jobb helyre, de hát nyilván szeretnénk mi is jobb, idősebb csapatokat is. Meglátjuk, hogy a lehetőségeink és a terem helyzetünk hogyan alakul. Pesten nekünk van egy központi termünk, az a hazai pályánk. Ott fogjuk játszani az összes serdülő, meg az összes bajnokságot ott játsszuk. Sajnos ez a terem nincs hitelesítve, de ez nagyon jó nekünk edzeni, ez egy tökéletes terem itt edzésre. De hitelesített terembe kell játszanunk, és az meg egy pesti csarnok.